A nyíregyházi törvényszék másodfokú tanácsa az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyva 2018. június 22-én csalásbüntette miatt elsőrendű vádlottat 7 év, másodrendű vádlottat 5 év börtönbüntetésre ítélte, és mindkét vádlottat a büntetés mértékével megegyező időtartamra eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Nem minden arany, ami fénylik. Hát ez történt, azt gondolom ez az eset hűen ráillik erre a magyar közmondásra. Az elsőrendű vádlott 2013-ban alapított egy KFT-t, azzal a céllal kecsegtette a befektetni szándékozókat, hogy a befektetni szándékozók vagyonából, pénzéből csúcsaranyat fog vásárolni, és pár hónapos futamidő alatt magas hozamra fognak szert tenni, a vagyonukat nagyon rövid határidő alatt, pár hónap alatt gyarapítani tudják. És hát ez nem így történt. A befektetni szándékozók a vagyonukat elveszítették, és a magas hozamból semmit nem láttak. Mit tehet a befektetni szándékozó annak érdekében, hogy egy ilyen csapást elkerüljön? Hát a legelső alapelv véleményem szerint az, hogy mindenki ennek az előbb idézett közmondásnak a tükrében és a józanész határa mentén mérlegelje a saját jövedelmi, vagyoni helyzete tükrében, mi az a kockázat, amit tud vállalni. Két opció között választhatunk, vagy azt választja a befektetni szándékozó, hogy választja a biztosat, elhelyezi a bankban a pénzét kisebb hozam mellett, vagy kiválaszt egy befektetési céget a magas hozam reményében. Sterni dr. Deák Andrea felhívta a figyelmet arra is, hogy ha valaki a bizonytalanabb, de a nagyobb hozamú befektetési formát választja és felkeres egy befektetési céget, akkor az a legfontosabb, hogy a céget leellenőrizze. Ez könnyen megtehető, mert a befektetési tevékenység engedélyhez kötött, tehát minden cég, amely magát bármilyen befektetési tevékenység végzésével reklámozza, a Magyar Nemzeti Bank honlapján, illetve az Európai Pénzpiaci Felügyelet honlapján leellenőrizhető.